Felkérem dr. Hoppár Péter, kultúráért felelős államtitkár urat, mondja el köszönjük. Államtitkár úr, önni a szó. Milyen tisztelt Schmidt Pál elnök úr, tisztelt Csák János miniszter úr, tisztelt Varga Mihály miniszter úr, kedves miniszterhelyettes asszony, államtitkár úr, kedves intézményvezető hölgyek és urak, kedves ünneplő közönség, hölgyeim és uraim! Él magyar, áll Buda még, a múlt csak példa legyen most, s égve honért bizton nézzen előre szemünk. Egy 200 éves reformkori gondolattal köszöntöm mindnyájukat, bár az apropó, ami miatt most itt találkozunk, az 100 esztendős, de mégiscsak azt hiszem, hogy a tegnapi este okán az optimizmus és a büszke magyarság kell, hogy az első gondolat szava legyen, mert hogy nyilvánvaló, hogy az elmúlt 100 év hányattatásai azok kapaszkodókat kerestetnek velünk, és egy ilyen kiemelkedő életpálya, mint amilyen gróf Klebersberg kúnói és az ő közel 10 esztendős kultuszminiszteri tevékenysége egy ilyen kapaszkodó, és most nekünk itt a posztmodern kor 21. századi emberei számára meg az ilyen releváció erejű magyar eredmények, mint a tegnap esti 4-0-ás győzelem jelentik az újabb kapaszkodókat, úgyhogy valahogy itt egy összecsendül a 100 évvel ezelőtti vállalás és a mostani életérzésünk, ezt az élet írta mai napra ezt a forgatókönyvet. Mint ahogy azt is, hogy az alkalom, ami miatt itt találkozhatunk, és köszönöm, hogy ezt a rövid határidejű meghívót ilyen sokan elfogadták, és a kulturális élet színe java itt van ebben a csodálatos házban, ebben a gyönyörű teremben. Az apropót is valahogy az élet írta. Mert hogy a 12 éves polgári kormányzásunk most jutott el ahhoz a pillanathoz, hogy miniszterelnök úr szándékából a kormányzat kialakításában egy új minisztérium jött létre. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, egy olyan új kultusztárca, amely mi úgy tartjuk, hogy az, persze tudjuk, hogyha a kultúra és a teljes oktatási spektrumban együtt, akkor nevezhetjük valójában ennek, de a felsőoktatás mégis itt van, és az innováció is itt van a családüggyel, tehát így a kultúra olyan társágazatokkal van együtt Csák János miniszter úr vezénylése alatt, ami egy nagyon biztató kultusz lehetőséget, kultusztárcai küldetést és elkecsegtet a következő esztendőkre. Az apropót tehát mindannyian tudjuk, ismerjük és szeretettel kötődünk ehhez a kerek százas évfordulóhoz, hogy a holnapi napon lesz egész pontosan, hogy Klebersberg elfoglalta a kultuszminiszteri tárcát. A mai alkalmon a résztvevők köre pedig azt próbálja reprezentálni, hogy ez az új minisztérium hogyan próbál meg a jelenlegi kihívások felé, mégis a gyökereket tekintve, a klebersbergi örökségbe belegyökerezve a mai modern korszak számára, vagy posztmodern korszak számára üzeneteket hordozni, és hogyan próbálja meg az identitást megfogalmazni. Ebben természetesen rengeteg partnerünk van, amelyekről majd itt hallunk is, és azok a magas presztízsű előadók, akik rövid határidővel szintén elfogadták, hogy előadóként itt sorakoznak, nekik külön köszönettel szeretnék szolgálni társrendező kollégámmal, György László államtitkár úrral, aki ugye a felsőoktatási területtel is és az innováció és a tudomány területével is csatlakozik a klebersbergi örökséghez. A mai eseményünk megszólalói mellett pedig azt gondoltuk, hogy fontos lenne, hogy azért a legmagasabb rendű művészetünkből Klebersberg korát idézzük meg, úgyhogy itt szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy egy hirtelen jött repülőjegy váltásával pár órára Magyarországon tartózkodik a Kokas-Kelemen házaspár, és ezt vállalták, hogy visszatérnek a mai konferenciára, hogy megörvendeztessenek Klebersberg korának muzsikájával. Hallottunk Bartók hegedű duókat, és majd következik Balogh József zongoraművész barátommal történt kiegészülésükkel egy hubai virtuóz darab előadása is. Most pedig a korreferátumok vagy előadások megkezdése előtt engedjék meg, hogy először a házigazdának adhassam át a mikrofont, mert hogy az, hogy ez a ház teljes körűen megújult, és a
60 év után, miután a kommunista államosítás és a szétrombolás megtörtént, 60 évvel később az állam újra tulajdonos lehetett, de a Polgári Művelődésért Alapítvány kapta meg tulajdonba ezt az épületet, ők kezelik ezt a csodálatos polgári erőközpontot, és ennek a kuratóriumnak az elnöke az a politikus, aki még a második kerület korábbi parlamenti képviselőjeként és pénzügyminiszterként kezdeményezte ennek a háznak a rehabilitációját és felújítását. Így is köszöntjük a kuratóriumi elnökeként Varga Mihály miniszter urat, akit megkérek arra, hogy legyen kedves egy köszöntővel szolgálni. Tisztelt elnök úr, miniszter úr, miniszterhelyettes asszony, államtitkár urak, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt megtisztelő számomra, hogy mint a Polgári Művelődésért Alapítvány kuratóriumi elnöke is köszönhetem ebben a épületben önöket. Valóban, ahogy államtitkár úr mondta, 9-10 évvel ezelőtt, mikor először jöttem ennek az épületnek a területére, udvarára, akkor elborzasztó állapotok fogadtak. Nyugodtan mondhatom, hogy leírhatatlan és megrendítő volt az a látvány, amit elém tárult. Sose gondoltam el, hogy Budapest egyik leggazdagabb kerületének egyik leggazdagabb részén ilyen állapotok lehetnek. Tetőn át ki lehetett látni, ez a mögöttem lévő egykor gazdag könyvtár szinte megsemmisült állapotban volt, és hát azon túl, hogy omadoztak a falai, graffitikkel voltak tele, hajléktalanok szállása volt időnként, jól láthatóan az épület. Azon kívül nem volt kétséges, hogy haladéktalanul hozzá kell látni és meg kell újítani. Örülök, hogy ez a munka befejeződhetett. Nem csak azért volt ez fontos számunkra, mert egy épület önmagában érték, hanem ha egy polgári nemzeti kormány Klebersberg Kunót akár még intézménye névadójaként is az ászlajára tűzi, akkor az mégis tarthatatlan, hogy az a épület, amelynek bizonyos részeit saját maga kétkezi munkájával hozta létre, az olyan állapotban legyen, olyan állapotban maradjon, mint amilyenben volt. Ezzel tisztelgünk alapvetően Klebersberg szellemiség előtt is, hiszen hitből, optimizmusból, cselekvő erőből állt össze az a gyúanyag, amivel az egykori miniszter a feladatát végezte. Örülök annak, hogy a megújult kúriát 2017-ben Orbán Viktor miniszterelnök úr adhatta át. Az is külön öröm számomra, hogy a 2018-as választások után az első hivatalos kormányülés itt ebben a könyvtári teremben történtett meg. Emléktábla még nincs, de hát még talán még nem kellő távolságú ez az időtáv, hogy ez megtörténjen. Azt hiszem, hogy és talán megerősít ebben Láng Zsolt egykori polgármester úr is, hogy eredményes és hatékony munkát tudtunk végezni annak érdekében, hogy újra a köz célját, a polgári művelődést és kultúrát szolgálja ez az épület. Tisztelt hölgyeim és uraim, amikor Móricz Zsigmond megkérdezte Klebersberg miniszter urat, hogy mennyi kultúra kell egy országnak, hogy ő így válaszolt, a természettudományok föllendülése és átcsapása a gazdasági életbe az a tény, hogy gyümölcsözővé tették a tudást, az egy csapásra megváltoztatta a felfogást a tudomány és a kultúra felől. Ez új felfogásra vezetett. Az ilyen kultúrából sosem elég. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy ezek a 100 évvel ezelőtti szavak is iránytűként kell, hogy szolgáljanak a mai napig. Minden egyes társadalomnak, minden egyes országnak szüksége van arra, hogy azt a kulturális közeget újra teremtse maga körül, amit az elődeitől örökölt. Azt hiszem, hogy Tompa Mihály nagyon pontosan fejezi ki szavaival, hogy mit is örököltünk Klebersberg Kunótól. Jellemükből büszkeséget, példájukból lelkesedést, munkásságból gazdagságot, halálukból halhatatlanságot. Ebből állt össze annak a miniszternek az élete, amelynek a utolsó évei egy jelentős része ebben az épületben történt. Élete a nemzet részévé vált, erénye a nemzet erényévé, és története pedig a nemzet történetévé. Klebersberg Kunó minden kétséget kizáróan olyan államférfi volt, akire büszkén tekinthetünk vissza 100 év távlatából is. Azért dolgozott, hogy a tudás, a műveltség révén
emelje föl Magyarországot. Hite szerint csak így lehetünk módosabbak, függetlenebbek és mindenek felett öntudatosabban gondolkodó magyarok. Van mit tehát megtapasztalni és megörökíteni az életéből. Hölgyeim és uraim, az általa megfogalmazott értékek szerencsére ma is hatnak, hiszen annak jegyében gyűltünk össze kultuszminiszter úr kezdeményezésére, hogy ezt a örökséget egy picit felidézzük, megforgassuk, és ami kincs számunkra ebből az anyagból, azt vigyük magunkkal tovább. Akkor vállalta a kultuszminiszteri tárcát, amikor az ország megmaradása volt a tét. Nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy részt vegyen abban a nemzetalkotó munkában, amely Trianon után több nemzeti sorskérdésre is választ kellett, hogy adjon. Egy kifejezést nagyon szeretek tőle, hiszen ő is mindig azt mondta, hogy nem az a jó hazaszeretet, amely egy asztalon, egy pohár vörösbor mellett letámasztott fejjel gondolkodik a jövőn, hanem a munkás hazaszeretetnek volt a híve. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akkor tudunk a legtöbbet tenni a hazánkért, hogyha dolgozunk érte, hogyha cselekvően, tudatosan, végiggondoltan és nagy célok érdekében tesszük a mindennapi dolgunkat. Ennek egyében kívánok önöknek a mai napra kellemes tanácskozást. Örülök, hogy az a megtisztelő feladat van, hogy mint köszöntőt mondó ember, az ajtó becsapódásra már utal a beszédem végére. Tehát, mint az az ember, aki sokszor járhat ebben az épületben, most önöket köszöntheti itt, érezzék jól magukat. Köszönöm, hogy meghallgattak.